Diákokat igazoltatnak éppen Nyíregyháza belvárosában a rendőrök. Az ilyen jellegű ellenőrzéseket rendszeresen végzik a hatóság emberei a vármegye területén. Ez csak egy a gyermekek védelmében végzett rendőrségi feladatok közül. A rend őrei azok, akik számos helyzetben találkozhatnak veszélyeztetett fiatalokkal. Éppen ezért tartotta fontosnak a vármegyei rendőrfőkapitányság, hogy a gyermekvédelemben dolgozó hatóságok, intézmények szakembereit összehívja. A konferencia megnyitóján elhangzott, elengedhetetlen, hogy a területen dolgozók összehangolják tevékenységüket. A bicskei történés rávilágított arra, hogy sok probléma merülhet fel a különböző eljárásokban, amikor is, most nyilván a rendőrség részéről nem arról beszélünk, hogy nem intézkednek a kollégák, hanem arról beszélünk esetleg, hogy mondjuk nem a legjobb tudások szerint, vagy bizonyos olyan tudásra van szükség, amelyeket a jogszabályokból kilapozva a főiskolát elvégezve, vagy akármilyen rendőrség belső képzésen résztvevő, nem biztos, hogy tud minden információt, minden adatot, minden tevékenységet, technikát, amit alkalmazni kell a gyermekek védelme érdekében. Ezért vannak például a gyermekvédelmi szakszolgálat részéről kollégák, vagy akár az igazságügyi elmúgyis főszter részéről kollégák, akik tudnak olyan jellegű segítséget adni, muníciót adni a mi munkánkhoz, ami azt gondolom, hogy a mindennapi tevékenység során ténylegesen segítséget jelent. Szomorú tendencia, hogy egyre több veszélyeztetett gyermek kerül a rendőrség látókörébe. Összességében azt lehet mondani, hogy a kapcsolati erőszakos jellegű bűncselekmények egy felívelő szakaszban vannak sajnos a korábbi évekhez képest, de ennek nem biztos, hogy az az oka, hogy több ilyen jellegű cselekmény van, hanem sokkal inkább a látencia szűkült, sokkal többen mernek segítséget kérni a rendőrségtől, a nők bátrabban hívják a rendőr segítségét. Nyilvánvalóan a kapcsolati erőszakhoz szorosan fűződik a gyermekek sérelmeiket a bűncselekmények, ezekben is látunk egyfajta előrelépést. Ugye az elmúlt időszak eseményei nyomán gyakorlatilag azt lehet látni, hogy minden, amiben gyerek érintett, azonnal bejelentést tesz, meg feljelentést tesz, akár ha a családról beszélünk, magánszeméről, akár ha intézményben történik az intézmény, azonnal a rendőrséghez fordulnak. Nehéz ebből leszűrni azt, hogy most valójában ténylegesen növekményről beszélünk, vagy csak a látencia szűkült, és több ilyen jellegű cselekmény került előtérbe. Egy biztos, hogy nekünk erre fel kell készülni, és akármilyen teher is legyen ügyszámban, ezt kezelnünk kell. A gyermekeket érintő szexuális visszaélésekkel kapcsolatos bejelentések száma is jelentősen nőtt az elmúlt időszakban. Az elmúlt időszakban azt lehet látni, hogy heti szinten van valamilyen szexuális jellegű visszaélés, ami a gyermeket érint. Az, hogy aztán ennek a vége mi lesz, hogy a bíróságon megállja a helyét, hogy valóban a gyanúsított az vádlott-e vagy sem, az egy másik kérdés, hiszen azért egy nagyon szenzitív és érzékeny területről beszélünk. Ennek a bizonyítási eljárása is szintén összetett kérdés, de mindenképpen van egy ilyen 10-20%-os növekmény, amit lehet látni eddig ezekben az ügyekben, de mondom még egyszer, ezt nem tudjuk, hogy a végén ez vádemelésig elmegye. A gyermekvédelmi konferenciát hagyományteremtő szándékkal első alkalommal szervezték meg a vármegyei rendőrfőkapitányságon.